A katolikus nagytemetőben lévő emlékhelynél a 70 évvel ezelőtt ítélet nélkül kivégzett magyar kanizsai magyarok hozzátartozói mellett megjelentek a város és a község közéleti személyiségei is. A helyi önkormányzat egy Babits verssel köszöntötte a látogatókat. Itt nyugszom. Végre megnyugodtam a hosszú szenvedés után. Keserű lelkemet kiadtam, s mint dőlt fatörzs, fekszem s után. A fájdalmas eseményekre Forró Lajos történész, a Délvidék Kutatóközpont alelnöke emlékezett, aki már sokadszor rótta fel a szerbiai hatalomnak, hogy míg a gyilkosoknak sírjuk és fejfájuk van a temetőkben, addig az ártatlanul megkínzott és kivégzett magyarok még mindig ismeretlen helyen vannak elhantolva. Belgrádban van már a kommunizmus áldozatainak múzeuma, ahol magyarok is vannak. A csurogi áldozatok eljönnek koszorúzni Csurogra magyar áldozatok sírjaira. Tehát azt gondolom, hogy Szerbiának egy kicsit össze kéne kapnia magát, és egy kicsit gyorsítani ezen a folyamaton. Való igaz, hogy megindult a rehabilitálás, való igaz, hogy megindult valamilyen módon a kárpótlás is. Egyedül a tömegsírok azok, amelyeket még mindig tabuként kezeli Szerbia, tehát még mindig jeltelen tömegsírban vannak az áldozataink. Zapletán Géza esperes plébános egyházi szertartását követően elsőként az önkormányzat vezetői, majd a szabadkai magyar főkonzulátus, a Magyar Nemzeti Tanács, a pártok és a nyugdíjasok képviselői helyezték koszorúikat az emlékműre. A 44-es megemlékezés a Szózat dallamaival ért véget. A hagyományoknak megfelelően a megjelentek egyházi szertartás mellett virágot helyeztek az első világháború sírkert áldozatainak közös keresztjéhez is.